A klímaváltozás korunk egyik legnagyobb kihívása, egy olyan folyamat, amellyel nem csak szembenéznünk kell, hanem föl kell venni vele a versenyt, viszont észszerűen olyan intézkedésekkel, amelyek közben nem lehetetlenítik el a mindennapi életünket. Persze, hogy valósnak tartom a problémákat. Én azon az oldalon állok, hogy mindent megteszek, amit én tudok, és nem hisztizek senkinek. Én a reális oldalon tartom magamat, tehát, hogy próbálunk természetesen odafigyelni dolgokra, szelektív hulladékgyűjtés, gyalogos járás, hogyha éppen lehet, de hogy nem lesz belőlem megrögzött aktivista. A probléma az úgy gondolom, hogy valós, tehát a klíma problémák azok valósak, és igenis arra biztatok mindenkit, hogy gyűjtsen szelektíven, és figyeljen azokra az irányokra, amik meg vannak határozva, mert ezek azért nem véletlenül vannak. Sok mindent hallok, nem tudom, hogy van-e klímavédelmi harc egyáltalán. Azt tudom, hogy szeretni kell a környezetünket, és én picit túl lihegett dolognak tartom ezt. Igen, a klímaváltozása szerintem egy valós probléma, és szeretem, hogyha odafigyelnek, és vannak erre szervezetek, de még nem elegen, úgyhogy minél több embert arra biztattak, hogy ne szemeteljünk, s vigyázzunk, óvjuk a környezetünket, s tényleg, hogy jelen van életünkben, és erre oda kell figyelni. Valósnak tartom a problémákat, sötét zöld vagyok. Szerintem azokkal van baj, aki az egyik vagy a másik oldalán foglal helyet. Az igazság, mint a legtöbb esetben, itt is valahol középen van, lehet egy kicsit jobbra, vagy egy kicsit balra. Én a mérsékelt szempontot képviselem. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portai podcastje.